MZ Perix, MZ Perix, jelkezz, jelkezz! Electronic dance music. Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus elektronikus zenei léleksimogató. A mikrofonnál. Halihó, sziasztok, szép estét kívánok, megint Szigeti Péter, rádió amatőr. Ez most már az első rész, mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva fejlesztésekbe belekezdtünk. Köszönöm szépen egyébként a múlt heti tesztverzióval, hogy velem voltatok. Be is számolnék egy-két nagyon jó dologról. Eljutottam fodrászhoz, mint látjátok, köszönjük Miller Attinak a Marosfalvéknál, és egyébként betekertem kettő izzót, amitől több fény van itt a stúdióban. A fejlesztés része, hogy eltűnt az a nagyon gagyi háttér, és előtérbe kerültek az állandó hallgatók. Yoda velünk van, és hogy pozitív legyen a vibe, a kis Buddha is beköltözött. A fényeknek köszönhetően, mivel erősebb a fénytartalom fentről, sokkal karikásabb a szemem, úgyhogy majd meg kell keressem a szemüvegemet, amit szerintem Nelson elrakott valahova, addig érjétek be ezzel. Indul tehát a rádió műsor, aminek egyébként most már neve is van. A múlt héten nagyon sokat tömtük a fejünket, vagy törtük igazából, hogy milyen irányba vigyük ezt a műsort, mi legyen a neve. Volt itt Magtománia, meg egy csomó minden, és hát igazából beugrott, hogy 2011 óta van nekem egy ilyen Privát Gondolatok mix sorozatom, amiben pontosan ez történik meg, hogy van egy kis zene, meg egy kis duma, ott inkább több a zene és kevesebb a duma, a rádiózásban viszont ezt most megfordítjuk. És akkor egy kis érdekes történés, hogy rádiózunk is. Ma úgy tudom, hogy Tamás és Tomaj névnap van. Jobb később, mint soha, úgyhogy boldog névnapot nekik, akik pedig ma ünneplik a születésnapukat. Örüljenek, hogy engem hallgatnak, én vagyok az ajándék, boldog születésnapot. Illetve hát egy nagyon-nagyon fontos és egy jó dolog van itt jelen, az, hogy a tavalyi, a múlt heti első, illetve nulladik adás az akkor átment, hogy 18 ezer felett volt a látogatottság, illetve a nézettség. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan ebbe beleklikkeltetek, és egyébként 10 000 fölött van, akik ezt így meg is hallgatták, illetve még a YouTube-on is rákapcsoltunk erre a történetre, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, motiváló volt az, hogy ezt most itt folytassam. Na nézzük, hogy mi várható még ma. Egyébként nem régiben, egy pár perc ezelőtt még a kádban fürödtem, és a Csernus úrnak a könyvét olvastam, a Főnixet, amiben egy nagyon érdekes terület volt, hogy így nagyon kiszámítható vált a modernkori ember, és ezáltal egy érdekes életmódot él. Még ez az egész vírus helyzet pont az ilyen meglepetések kora, és hogy erre így nem voltunk mentálisan felkészülve. Ehhez kapcsolatos volt egyébként, illetve még mindig kapcsolódik a tegnapi élményem, ugyanis a TM meditációról egy ilyen komoly diskurálásban voltam néhány emberkével, és megmondom őszintén, hogy nagyon jó élmény volt, hogy így első ilyen összejövetelre ilyen nagyon lazán idegen emberek, illetve hát nem is biztos, hogy idegenek, mert lelkileg azonosak, nagyon nyitottan beszélgettünk egy csomó mindenről, és a Csernus doktor is erre utal vissza, hogy annyira nagyon durván sokáig kiszámítható életet éltünk, hogy így mentálisan egy kicsikét így elfeküdtünk az egésztől, úgyhogy igazából nem vagyunk túl rugalmasak, és szerintem ezt alátámasztja az is, hogy tényleg nem foglalkozunk magunkkal. No, de nem szeretnék egy ilyen megmondó spirituális rádió műsort csinálni, csak ezt így elmondtam, hogy mennyire jó volt a tegnapom. És hát egy kicsikét mégis a rádiónak a miértjéről, ahogyan ez így elindult, még mindig beszélnék azoknak, akik egyébként így tegnap, a múlt héten, most ez a zavarnak a jele, hogy össze-vissza beszélek, akik múlt héten nem voltak velünk és nem tudják, hogy mi ez. Igazából az ötlet az egy ilyen olasz DJ Haromtól jött, aki reggelente bejelentkezik, az Instalive-on, én pedig ezt tovább fejlesztettem, és ami ebben tök jó, legalábbis nekem tetszik, remélhetőleg nektek is, hogy egy ilyen retro stílusú rádiózást próbálok bemutatni itt a mai modern világban, aminek a lényege az, hogy így a zenéket teljes hozban hallgatjuk meg, bemutatjuk őket, beszélünk róla, hogy tényleg egy kicsikét legyen zenei a történet, ami egyébként a Privát Gondolatokhoz kapcsolódik, a mix sorozathoz, mivel hogy abban pont az volt a lényeg, hogy beszéltem arról, hogy mi történik. És úgy próbáltam ma összeválogatni a zenéket, ma is ötöt hallgatunk meg, hogy ilyen könnyed sztoriktól indulunk majd egy kicsikét a masszívabb ütemek felé. Lesz egy nagyon-nagyon beteg zene, aminek a címe tök totál passzol ahhoz, amit most megélünk, és a végén egy nagy klub himnusz. Az első zenét egyébként már bekészítettem. Erről pár szó. 2002-ből van ez a lemez, a Midnight Recordings-nek a második kiadványa. Egy
angol kiadó West Yorkshire-ben kezdték el üzemeltetni. Nagyon nem kapkodták el, mert évente egy-két megjelenésük volt, és abban az időszakban 2002-2003-2004, amikor így a house zene, ezek az ilyen segrázós, mindenféle abszolút uralkodó funk house, house, mindenféle történetek nagyon uralták a piacot, a techno és mondjuk a trance mellett, megváltozott a történet, az ilyen komolyabb szintik, arpeggiók, meg mindenféle ilyen elektronikus témák, melódiák jelentek meg a house-ba, és ezt nevezték akkor progresszív house-nak. Megmaradtak az alapok, a struktúrák, a groove-ok, viszont a dallamvilág és a zenék története hozta be azt, hogy így mond megújult, előre mutatott, a progresszív irányba mutatott a house. Innen jött ez a progresszív house történet, és igazából rengeteg kiadó elindult akkor. Ez egy ilyen aranykora volt a zenei időszaknak, imádtunk lemezboltba járni. Egyébként, mivel lemezeket, bakeliteket fogok bemutatni ebben az adásban, többször próbálok majd így mesélni arról az időszakról, illetve hát végig arról fogok mesélni, hogy mi hogy éltük meg azokat az időket, milyen élmény volt lemezboltba járni, STV. Egyébként akkor jelent meg a house zenékbe, hogy nagyon elnyújtották a kiállást, tényleg ilyen egészen más világokba kalózoltunk. Na most ez a kiadó, a Midnight Recordings egyébként egy meghatározó cég volt abban az időben, imádtuk ezeket a zenéket, és mivel a tegnapi napom ilyen nagyon könnyed volt, lelki, erről a meditációról nagyon jó beszélgetni, ez így megmaradt ma bennem, és az első zene egy ilyen nagyon könnyed deep house progressive house lesz, ami egyébként jellemzi a mai műsort, hogy mivel ilyen napos tavasz ide hideg idő volt, nem lesz ma annyira sötétség a zenékben. Úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint előre kezdjük is a zenéket. Jöjjön tehát a Midnight Recordings-nek a 2. számú kiadványa. A lemez már egyébként fent van a lejátszón, a keverő itt van, az adásmonyolító gép is működik. Azonnal indítom a zenét, nagyon kellemes rádiózást. Tudjátok, a jelszó az, hogy sok-sok zene és kevés duma, kivétel itt a rádióban. És még lesz játék, meg sorsolás, meg egy csomó minden, úgyhogy ma már aktívabbak vagyunk. No de, nincs más hátra, mint előre, nézzük azt a zenét. Én is izgulok, régen hallottam, és nagy kedvenc. Mindenki felkészült? Ti is, én is? Jó, akkor jól jön. Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Thank you.
Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Hát a Midnight Recordings második kiadványa volt nálunk az első zene. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Privát Gondolatok, egy rádióműsor, és egy kicsikét így lehetne ezt itt Galla Miklós stílusban is előadni, csak hogy mivel a Galla Miklós eléggé népszerű, és ő sem játszik magtó zenét a műsoraiban, ezért én sem fogok úgy rádiózni, ahogyan ő beszél. Hozzáteszem egyébként, ez egy olyan jó műsor, hogy önmagáért beszél, ami kétszeresen is nem igaz, mert hogy ez nem egy jó vagy egy rossz műsor, hanem ez egy műsor, tehát nem igazi. És nem önmagáért beszél a műsor, hanem én beszélek azért, hogy túléljem ezt az átkos időszakot, hogy nem lehet diszkózni. Na ennyi volt a humor része ennek az egésznek. Továbbra is mindenkinek szép estét, köszönöm, hogy velem vagytok. A zene alatt olvasgattam a hozzászólásokat, és valaki írta, hogy egy kicsikét tekerjek így a mélyeken, mert hogy eléggé gyenge a mély szekció ezekben a régi lemezekben. A bakelit időszaknak volt egy nagyon érdekes és izgalmas időszaka, hogy alapvetően nem mindegyik cég, vagy nem mindegyik kiadó, vagy nem mindegyik gyártósor volt tökéletes a masterekben, vagy éppen az is lehet, hogy valami tök jó mixdown voltak, elküldtek master mérnökök, az aztán maga a lemeznyomás csesződött el, rossz volt az anyag, vagy rossz volt a cég, aki nyomta a lemezt. Úgyhogy igazából volt ebben egy ilyen zsákbamacska feeling, hogy nem mindig tudtuk, hogy milyen zenét veszünk. Kivettük a tokból, felraktuk, aztán éppen úgy szólt, ahogy. Úgyhogy tényleg egy-egy zenére lehet, hogy ráférne valami digitális rásegítés így a mai világba, de hát ezeket azért szeretjük, mert úgy szólnak, ahogy. Egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez most a reklámszekció. Ilyen mindenféle ilyen reklámfelületeim vannak. Itt van az Erlatech Stage Kft-nek a logója, aki odaadta nekem a mikrofont, hogy bohóckodjak itt. A játékunkat pedig a Revera Keszthely cég szponzorálta vagy támogatja, és igazából a játékot azt most, illetve nem a játékot, hanem a nyereményt most fogom kisorsolni, ugyanis a múlt vasárnap volt egy kérdés, hogy mikor kezdtem el és hogyan rádiózni. Nagyon sok jó, mármint hogy sok e-mail jött a truesounds@gmail.com e-mail címre, de 8 volt az, ami teljes mértékben helyesen meghatározta. A 8 pontos játékosnak a nevét ebbe a köcsögbe vagy a bögrébe. Truesounds-os, tudjátok, Truesounds Music. Ez a fősztár, ez a fő támogató, tehát ebbe a bögrébe helyeztem el a emberkéknek a neveit. Megrázom. És amit először kiveszek, ő lesz a múlt rádióadás nyertese, aki majd egyébként a Revera Keszthelyi Shop jó voltából valamilyen jó kis TS cuccot fog kapni. Na nézzük, Szántó Tibor nevét húztam ki. Itt van, nem tudom, hogy látható-e, majd vele e-mailben felvesszük a kapcsolatot. Egyébként ma is lesz játék, majd valami jó kis cuccal. Na mindegy, megyünk tovább, mert ugye hát a zenéről szól ez az egész műsor. Hát illetve még valami ebben a kis szösszenetben még elfér. Március 7, ez egy nagyon komoly évforduló. Tavaly ilyenkor ez volt az utolsó buling Keszthelyen Gerivel. Csütörtökön vagy kedden vagy szerdán előtte Pécset voltunk egy egyetemi buliba, ott már érezhető volt ennek a vírusnak az intenzitása, illetve hát az intenzív információ mindonnan ez jött. Persze én akkor is ilyen vakon voltam, és így Pécsig a Gergőt faggattam, hogy igazából mi is ez a történet, mennyire kell komolyan venni, az emberek mennyire feszülnek, illetve hogy ez mennyire valós, hát mondta, hogy igazából valami nagy kaka van a levesben, és ez szépen fel is eszkalálódott. 7-én Keszthelyen már így, azt hiszem, hogy kevesebben voltak, de az emberek között már így lehetett érezni a feszültséget. Akkor már tudtuk, hogy valami baj lesz, és akkor március 9-én éppen Davkóval ültem egy étterembe, próbáltuk a tavasz és a nyári műsort átvenni, és akkor jött a hír, hogy mindenek off. Így azt hiszem, de a március 13-ai Deeptronic, igen, az már el is maradt a kedben. Úgyhogy ettől érdekes ez a mai dátum, úgyhogy boldog évfordulót magunknak, tavaly ilyenkor diszkóztunk. Megint lemez cserélek. Addig valamit csináljatok. Ez a lemez cserélve beszélni egyébként nem egy olyan kényelmes dolog, de mivel ez egy nagyon analóg rádió, ezért ezt is megoldom élőben. Megyünk tovább, Angliából egészen Németországig zakatolunk, így a Lemez Express-szel. Egyelőre még leállítom a történetet, nézzük, hogy miről van szó.
Azért a németek mindig profik voltak a zenekészítésben, pontosan agysebészi módra csinálták azt, amit tenniük kell. Egyébként, mivel így Berlin, Stuttgart, meg nagyon sok német városa a régi időben intenzíven jelen volt, Lipcsét is meg kell jegyezni abból a szempontból, hogy ott nagyon sok jó előadó, kiadó, meg ilyen underground mozgalom volt. A Moon Harbor kiadó is egyébként egy lipcsei cucc. Nekik az ötös megjelenése érkezik, méghozzá egy nagyon-nagyon klasszikus, echte Deep House story, tehát aki szereti a Deep házat, az most mindenképpen maradjon velem, és sztár vendégeimmel, Jodával, Butával és a hallgatókkal. Még azért ezt nem indítom el. Annyit kell még el az egészről tudni, hogy Deep Drawn Boogie Wolf LP-ről a Late Checkout zenét fogom játszani, ami egyébként ez egy nagyon-nagyon kedvenc volt. Ez 2002 vagy 1, ezt elfelejtettem megnézni. Az akkor ilyen Deep House meg mindenféle egyéb szettjeimben nagyon sokat pörgött, igazi méház, teljes mértékben, ahogyan össze van rakva, aprólékos, kicsi hangokkal, szerintem így vasárnap estére nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Egyébként a akkoriban az ilyen nagyon snob elektronikus zenét hallgató értelmiségi arcok ilyen két pofára ették ezeket a zenéket. Hozzá kell tenni, és ezt így azért jegyeztem meg, hogy az elektronikus zenét hallgató értelmiségi arcok, hogy igazából az elektronikus zene az mindig egy ilyen lázadás, egy kicsikét ilyen kifejezés volt így a rendszer ellen. Ezt azért így tudjuk, hogy a fiatalok önkifejezési módszerei közé tartozott. És akkor egyébként az ilyen nagyon szofisztikus, kifinomult zenéket, így egyetemista, főiskola, tehát lehetett látni, hogy melyik réteg mit hallgat. Amennyire ez ma egyébként tök commerce lett, és ezt nem rossz indulatból mondom, mert tényleg mindenki elektronikus zenét hallgat, akkor azért azokban az időszakokban, így a 90-es évek végétől, elnézést, 2004-5-6-ig nagyon-nagyon lehetett érezni így a fiatalok között is, hogy ki miben utazik, nagyon vállalható volt az öltözésben, az életmódban, bla bla bla. Úgyhogy jön egy érdekesség, jön egy csemege, én mondom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a zenét. Az ötös kiadása a Moon Harbornek 2001-ből vagy 2002-ből, ezt majd megnézem. Hát nagyon bízom benne, hogy ez is tetszeni fog nektek. Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Azért remélem hallható, hogy ennek a zenének azért úgy megvan húzva a master, ahogy kell, és nagyon dinamikus, tehát élvezhető a bakelit feeling. Oh,
Megyünk tovább, itt van egy kis rádióamatőr történet, hogy valami beszól itt a háttérből, úgyhogy valamit ki kell találnom, hogy csend legyen. Na, ilyen az, amikor a keverőben a sávok össze-vissza keverednek, de hát ettől keverő a keverő, hogy összekeveri a zenéket. Én pedig elfelejtettem rányúlni a mikrofon potira, tessék, ennyire élő ez a műsor, hogy itt még a baki is teljes mértékben igazi. Hát megyünk tovább, volt egy nagyon jó, kellemes Midnight Recordings-os megjelenés, az volt az első zene 2001-ből vagy 2002-ből, ezt pedig megígértem, hogy megnézem, úgyhogy ezt most így megteszem nektek, hogy mikori zenét hallgattunk. 2001, tehát ő egy évvel idősebb volt. Természetesen ma sem múlhat el a rádiózás játék nélkül, úgyhogy jön is a kérdés. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem a fórumon kommentbe kell válaszolni egyébként, hanem a truesandskukac@gmail.com e-mail címre. A kérdés az mindig az adott műsorból, elhangzottakból van úgymond feltéve. Itt pedig már kitaláltam délután, hogy az a kérdés, hogy a Moon Harbor kiadó az helyileg honnan származik, honnan indult. Tehát igazából hol van a Moon Harbor kiadónak a székhelye. Várom a válaszokat, truesandskukac@gmail.com, és jövő vasárnap fogunk majd sorsolni. Megyünk tovább, ma valamiért ebből a szekcióból válogattam, amiben Midnight Recordings-os darabok voltak, és a következő is egy ilyen kedvenc. Ez egyébként már egy kicsikét más hangzás, és egy kicsikét későbbi. 2004-ből hoztam el most egy darabot. Nem mintha annyit kellett volna cipelni, mert itt van mögöttem a lemezes kuckóm, illetve a lemezes doboz. Igen, a klasszikus IKEA darab, aminek 1-2-3-4-8 ilyen kis rekesze van, az egyébként talán minden DJ-nek a szobájában jelen van. És mivel arról beszéltem, hogy a műsor az jó részt a Baccarat korszakról szól és a lemezeket mutatja be, ez a 2003-4-5 egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó időszaka volt a zenei piacnak, mivel hogy zenei változások voltak, gombamód szaporodtak a labelök. Na persze mi is büszkén használtuk ezeket a szavakat, hogy label meg kiadó, de annyira nem tudtuk, hogy mi ez, és egyébként így egyszer egy ilyen Baccarat gyártó sor videónál nyert értelmet még nagyon régen, hogy amikor a maga a címke ez az információ hordozó papír matrica, amin általában az egyik oldalon a kiadó logója van, a másik oldalon meg az információ, ezt hívják így labelnek, és igazából mi csak azt láttuk, hogy folyamatosan változnak, öblenek be a labelök, különböző színek, matricák, feliratokon jön a jó kis zene, és ilyen totál izgalommal mentünk keddenként és csütörtökönként a lemezboltokba, ahol tudtuk, illetve hogy amelyekről tudtuk, hogy a kérdés a csütörtök az a nap, amikor jön az új áru. Mikor egy ilyen nagy zenei robbanás van, akkor nagyjából majdnem mindig rá tudsz nyúlni jó zenékre, és ebben az volt az izgalom, hogy tényleg teljesen ismeretlenül csak a külsője, formája, dizájnja, betűje, vagy akármi miatt valamiért nyúlkáltunk rá a lemezekre. Persze a lemezboltosok tudták, hogy kinek, melyik DJ-nek milyen stílusú lemezt kell adni, de alapvetően imádtuk ezt az egészet. Ez volt egyébként ebben a perverzió, hogy mindig valami újat hallottunk, és hát így ezáltal tágult az információ, az ismeret, egyre több hang irodott be az agyunkba. A buliknak is volt egy ilyen nagyon jó feelingje egyébként a Baccaratet illetően. Van egy ilyen klisé, hogy a közönség sorai közül, meg így a DJ közül is sokan mondják, hogy a Baccaratről játszol, a Baccarat az jobban szól, meg a Baccarat az igazi, meg a Baccarat dinamikája. Ezt én megértem, nem is akarok gúnyolódni. Viszont egy másik szempontból mutatnám be a Baccarat érzést, a Baccarat életérzést így a 90-es évek végétől, ugyanígy meg közepétől becsöppentem ezekbe a bulikba. Nagyjából amikor már a
78. ilyen DJ körüli posztolás után az adott fellépő megismert, köszönt, és ilyen óriási nagy érzés volt, hogy rám nézett, és így odaengedett a pult környékére. Akkor tényleg ilyen gyomor összeszűkülve figyeltük mindig a DJ váltásokat, és amikor így nyitotta ki a DJ a ládikóját, lehetett látni, hogy hétről hétre vagy egyébként hogyan változik az ő összetétele. És amikor mondjuk új lemezeket véltünk felfedezni, amin még rajt volt a fólia, meg a védés, tehát teljesen novicsentó új lemezek voltak, akkor igazából így iszonyat mértékben izgultunk, hogy ez most mi lesz, honnan vette. Bécsben volt lemezboltban, Németországban volt lemezboltban, Londonban járt lemezboltban, tehát amikor új lemezeket láttunk mi, akik egyébként így körbeállhattuk az adott kedvencünket, akkor tudtuk, hogy valami olyan dolgot fogunk hallgatni, amit előtte soha. Nem tudtunk ebből felkészülni. Nem volt ilyen digitális platform, hogy kiadókat lekövettünk, nem voltak premierek, nem voltak ilyen előre megjelenés előtt bejátszó platformok, tehát így azért volt jó követni egy lemezlovast, mert amikor így láttuk, hogy hétvégéről hétvégére új lemezek kerülnek elő, akkor biztosak voltunk benne, hogy ez ilyen történelmi pillanat. Nagyon sok esetben test pressing zenéket játszottak, ami azt jelenti, hogy még a megjelenés előtt kiadtak néhány lemezt, amit néhány DJ le tudott játszani a bolygón, és akkor ezzel mondjuk tesztelték a lemezeket, vagy már így meg lehetett jósolni, hogy az adott zene mekkorát fog menni. Úgyhogy ebből a szempontból én imádtam ezt a bakelites időszakot. Persze most is ennek megvan az íze, mert így ebben a digitális korszakban, amikor így a producerek egymásnak adogatják a zenéket, nyilván nagyon sok szedben teljesen új zenéket hallunk, de akkor az úgy fizikailag így ott volt velünk, hogy láttuk, hogy abban a dobozban, abban a csomagolásban valami egészen új dolog fog érkezni majd a fülünkbe, a tudatunkba. Megyünk is tovább egyébként, nem akarok leragadni. Megint a Midnight Records egyik zenéjét fogom lejátszani. A progi időszakban egy nagyon nagy ágyúnak a zenéje egy remixben fog forogni. Szerintem, hogyha most bemondom azt, hogy Weekend World, mindenki ismeri ezt az előadót, mármint az idősebbek. A tű fent. És akkor megyek tovább, tehát a Weekend World egyik zenéjét fogjuk meghallgatni, aki egyébként abban az időszakban tényleg bontotta a zenéket, hatalmas nagy tehetség volt, meghatározta a progi időszakot. Ezt a zenét 2004-ből játszom le, ez egyébként egy Joshua Canter remix lesz. Ez a kor egyik nagy zenéje volt, szerintem nagyon-nagyon sok szetben szerepelt. Úgy kell mondani, hogy a progi bulikon szerintem ezt így minden irányból, minden hangszóróból hallhattuk. Úgyhogy jöjjön most egy Weekend World, tudsz egy remixben, még mindig a Midnight Recordings-től. Aztán utána egy nagyon beteg zene érkezik, maradjatok velem, légy szíves!
Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Midnight Recordings, ez volt az ötös számú kiadvány, ha minden igaz, ha jól emlékszem, és még mindig a Privát Gondolatok elektronikus zenei tematikus léleksimogatót hallgatjátok, a mikrofon mögött pedig Szigeti Péter, aki most inkább csak Szigeti Péter, mint Péter Magdó, vagy akármilyen DJ, vagy régen Dandy, mert hogy DJ-zni nem lehet. Szép jó estét, sziasztok! Illetve hát, az összes többit elmondtam, majd fel lesz a YouTube-on, meg vissza lehet nézni, úgyhogy aki a műsor eléről lemaradt, az így járt egy kicsikét ilyen gonoszba. Egyébként ma majdnem elmaradt a rádió műsor, körülbelül így egy órával a kezdés előtt így állítgattam be a cuccomat, mármint hogy a fejhallgatót és a dolgokat. És a tizenvalahány éves, nagyon kedves, nagyon szeretett szerelemfejhallgatóm apró darabilaja esett itt a jack bemenetnél, úgyhogy így úgy kellett kibányászni a keverőnek a jack hajzatából a beszakadt dolgot, és így van másik szinten, amit karácsonyra vettem magamnak akcióban, szintén az Erlatex Stage Kft-nél, így került ma bevetésre. Egyébként a háttérben azért van itt a lemezjátszó, hogyha valami para történne így ezzel, akkor be tudjak vetni egy másik lejátszót is. Hozzáteszem, így a technikai dolgokban egy csomó minden változik, mert a 30. születésnapomra kapott órám is 12 év után megállt, úgyhogy ez az elengedés időszaka. És mivel most egy komolyabb téma jön, megszabadulok ettől a jelmeztől, halihó, sziasztok, itt vagyok. Nelson, légy szíves, hozd ide a szemüvegemet, mert egyébként az olvasás az nehezen megy. Nelson. A macska egész pontosan 23 órát alszik, egy órában van ébren, akkor is nyávok, hogy éhes, amúgy egészen jó fej. Kezdő macska tartóknak javaslom, hogy mielőtt vesztek egy macskát, nézzétek meg tavasszal is, hogy milyen, mert most itt elkezdte szerintem így a szőlét ledobni. Egyébként nem probléma, egy macskának ez a dolga. Na és akkor vissza a zenékre, mert hogy ez egy zenés rádió műsor, zenéket mutatok be. Tessék, itt egy zene, be van mutatva, bele van karcolva a mikróbarázdába. Felhelyezem, aztán öveket bekötni. Előtte viszont az információ, hogy így a producerek világában, illetve a zenealkotók világában szerintem mindenki, minden egyes előadó, nem szerintem tuti minden előadó azon dolgozik és arra megy rá, hogy valamikor az életben csináljon egy olyan zenét, ami akkor átmegy, hogy az egész világ megjegyzi a nevét, ezt hívják az előadók a saját slágerüknek, ami egyébként nem egy kommer zene, csak amitől népszerűek lesznek. Nagyjából mindenki megpróbál erre ráírni, hogy eldurranjon, elsüljön az a zene, ami akkor átmegy a bolygón, hogy onnantól kezdve egy emberi élet rendben van. És egyébként ez így is szokott történni, nagyon sok ember egy zenével befut. Néha egészen más zenéket produkál a háttérben, de addig dolgozik, amíg az az egy zene meg nem történik, hogy a biznisz elinduljon. Így történt egyébként Ruida Silva életében is ez a történet, ugyanis tőle hoztam egy zenét, azt a zenét, amit én nagyon szeretek tőle. Ezt egyébként egyetlen egyszer nem játszottam le, a borítóján is lehet látni. Megvásároltam, imádtam itthon, többször meghallgattam, de ez buliba semmilyen szinten nem került. Onnan is lehet látni, hogy a lemezjátszó tüskéje a lemez közepét semmilyen szinten nem sértette, tehát ez igazából egy ilyen megkímélt csodat darab. Nyilván, hogyha Ruida Silva neve elhangzik, akkor mindenki... touch me! Igen. Ebben futott ő be, egyébként egy ilyen nagyon-nagyon beteg csávó, de mégis egy ilyen populár, igazi house zene volt az, amivel egy nagyot robbant. Annyit kell róla tudni, hogy Ruida Silva egy portugál srác, 1968-as születésű, egy ilyen igazi helyi csoda, producer és DJ, nagyon beteg agya van, majd ebből meg is halljátok, amit most így lejátszok. 92-ben kezdte a zeneírást, és 2001-ig fabrikálta a zenéket, míg 2001-ben robbant a Touch Me, és ez felrobbant így az egész életében, mármint hogy olyan szinten robbant, hogy így akkorát robbant, hogy egészen Londonig ment az ember, oda költözött a zeneipar, beszippantotta, ott alapította meg a Kismet kiadót, ami egyébként török szó is azt jelenti, hogy a sors beteljesedése. Egyébként ez nekem nagyon tetszik, és mindig is tetszett, hogy a művészvilágban, meg az elektronikus zenei világban, meg mindenhol így nagyon jelen van, nem is azt mondom, ez a spiri dolog, de ugye meghatározó dolgoknál mindig valami produkcióval az artistok vagy a zenészek ilyen mértfölkövet letesznek, és hát szerintem így 2001-ben berobbant a Touch Me, megalapul a Kismet, de egyébként nagyon érdekes, hogy már a Kismeten is jött
ki a Touch Me. Tehát ez a sors hogy teljesítette be magát, ezt így nem tudom, de Rui de Silvának ez nagyon bejött. Akkor aztán minden rádióból az folyt, hogy Touch Me in the morning, mindenki azonnal szerelmes lett, vagy nem, vagy hozzárendelte az érzéseket, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó időszak volt. Rui de Silváról egyébként elmondható ugyanaz, ami nagyon sok producerről, hogy van egy-egy zene, ami meghatározó, és ami miatt megismerjük őt. Na innentől kezdve mindenki tudja, hogy így Rui de Silva, Rui de Silva, így a Touch Me, úgy a Touch Me, de csak egy zenére határolják be az előadót. Nagyon sok buliban mondjuk lement még néhány Kismet Records meg Rui de Silva cucc, csak mivel az nem ütött akkorát, így nem tudtuk, hogy éppen megint Rui de Silvát hallgatunk. 2007-ből van itt ez a megjelenés. A zenének a címe egyébként az, hogy Spreading Isolation, ami azért aktuális, mert hogy ez az elszigetelődés terjedését jelenti, és ez így most itt 2021-ben a Covid alatt az elszigetelődés terjedése és terjesztését, illetően szerintem eléggé élethű. Az, hogy erre egy random rányúltam, az annyi, hogy így tudtam, hogy ez a zene jó, meg szeretem a borítóján, ami rá van írva, de még sosem gondolkoztam el, meg abban az időszakban nem is nagyon foglalkoztam az angol címekkel, úgyhogy be is írok magamnak egy fekete pontot. Na mindegy, szóval megyünk tovább, még Rui de Silváról azt is tudni kell, hogy egyébként hatalmas nagy ilyen zenei kis alkotó elme volt, ugyanis olyan neveknek remixelt még, mint Jennifer Lopez, Yoko Ono és a Lighthouse Family. Nem tudok mit mondani, valahol eltűnt az ember a sűjesztőbe. Pletykáim vannak néhány kollégám találkozott vele az elmúlt 10 évben, bukolták meg ilyenek, és mondták, hogy eléggé durván bulizik az arc, úgyhogy az is lehet, hogy elégett az éjszakában, és azért nem ment olyan nagyot. Hát tudunk egy-két olyan emberről, akiket megesz az éjszakai élet. Desin Maziello ennek az ékes példája, aki elment egy valamilyen hétvégén fellépni, aztán igazából csütörtök péntekig még az ügynöke se tudta, hogy hol van, és így néha egy-egy fellépés elmaradt. De Ricardo Villalobos is szerette az életet. Na a lényeg, menjünk elő, mert igazából itt az a lényeg, hogy ígértem, hogy hozok egy ilyen tök jó beteg zenét. Ez így is lesz, úgyhogy... Ja, én még azt szeretném elmondani, mert nagyon fontos, hogy most van ez az óriási nagy melodikó őrület, és meg az előbb kérdezték, hogy miért nem szól jól a lemez. Hát ez nagyon jól fog szólni. És hogy 2007-ről beszélünk, és körülbelül ez a jellegű zene most kijönne. Nem azt mondom, hogy megszégyeníteni az összes ilyen sötét, dark, melodic house és techno tracket, de nagyon komolyan elverni az összeset. Ez egy kicsikét talán bizonyíték arra, hogy milyen szinten tudja néha a korát megelőzni a zenei körforgás, vagy nem is biztos, hogy meg akarja a korát előzni egy-egy zene, hanem azt, hogy tényleg trendek jönnek, mennek, és már régebben is voltak arcok, akik így gondolkodtak. Úgyhogy most tegyétek félre a Rui de Silva Touch Me őrületet, meg mindent, készüljetek fel egy nagyon sötét, nagyon profi, nagyon jó zenére, Spreading Isolation, az elszigetelődés terjedése, a Kismet, azaz a Sors beteljesedése című kiadón, úgyhogy kicsit spiriacuc, kicsit misztikus, de mindenféleképpen jó lesz, ezt garantálom. Ez itt a Privát Gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Pattog a bakelit. Öveket bekötni tényleg vagány lesz, nagyon szeretem. We'll be right back.
Rui da Silva, a portugál mágust hallgatjuk, és ugye ez nem a Touch Me in the Morning, hanem egy sokkal fajsúlyosabb tud. A kiállás is brutális lesz, úgyhogy be is fogom a számot. We'll be right back.
Electronic Dance Music. Tehát akkor Rui da Silva azoknak, akik egyébként csak a 2001-es Touch Me című hatalmas nagy klubslágert és rádióslágert ismerték, ez pedig 2007-ből a Kismet Records egyik kiadványa volt. Hát én nagyon csíptem ezt a zenét, és egyébként szeretném megnyugtatni a többieket, illetve hát mindenkit, hogy ezek a műsorok itt a mögöttem lévő, ti nem látjátok, de lemezes szekrének a bemutatására szolgál, tehát nem lesznek mindig ilyen tyutyi-mutyi, meg ilyen kedves kis deep house simogatások, ugyanis itt vannak mindenféle komoly ilyen lassabb, belassult technók, ambientek, japán előadóktól, jazz, illetve a régi juicy magyar kiadónak a cuccai, ahol egyébként még az Easy Life Nature-el Gyulez, aki ma a Vadfruttiknak a producere, és még sok mindenki itt van velem, úgyhogy szerintem egy érdekes csavargás lesz ez hétről hétre. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem vagytok. A lehető legnagyobb dolog, amit tehettek értem, illetve hát magunkért, meg a rádió műsorért, hogy megosztjátok ott a megosztás gombbal ezt az egész történetet, és akkor mindenkihez majd eljutnak a zene. Fú, ez szép magyaros volt. Jó, ki magyarul fejeztem magam, tehát mindenkihez eljutnak majd ezek a zenék. Játék már volt, annak a kérdését majd a műsor végén felteszem újra. Nem itt kommentben, hanem e-mailben a truesense@gmail.com e-mail címen várom majd a válaszokat, és sorsolás majd jövő héten. Hogy milyen zenék lesznek majd akkor, azt nem tudom. Egyelőre ma még az ötödik tracket, illetve a lemezt fel kell, hogy pakoljam itt a privát gondolatokban, ami egy ilyen elektronikus, zenei, tematikus, léleksimogató. Remélhetőleg így a sztorikkal így tudok némi információt hozzátenni itt az életetekhez a buli nélküli időszakban. A programajáró nincs ebben a rádióban, mert program sincsen. Hát sajnálom, hogy ez van, de majd túlmegyünk ezen is, és majd találkozunk. Na megint jön a lemezcsere, bedobom magamba a 20-ast, és akkor lecserélem a lemezt. Élő Wurlitzer vagyok, komolyan mondom. Tök élvezem egyébként ezt a szerepet. A zenét hallgató embereknek és a lemezboltba hallgató vagy járó embereknek, lemezeket hallgató, lemezboltba járó embereknek ez az embléma, ez a label, ez a kiadó logó már ismerős. A múltkori adáshoz hasonlóan a mostani adás is egy olyan zenével fog zárulni, ami a régi idők egyik nagy klubhimnusza volt. Azért a régi idők nagy klubhimnusza, mert azokban az időkben játszottam lemezről, és a mai idők klubhimnuszát MP3 vagy WAV formában mutatom be. Egyébként elnézést, így most már a makogásért kicsit késő van, és korábban keltem, mint a múlt héten. Na! Ez a zene lesz egyébként, ez a lemez lesz az egyetlen a mai műsorban. Technikai információ következik, mint a Form 1-ben, amit 45-ös fordulatszámon fogok lejátszani. Ez egy duó, egyébként akikről sokáig nem gondolták, hogy duó, úgy gondolták, hogy egyedül vannak. A legendás Home Clubban Budapestben? Na, jó van, iszok még egy kis vizet. Tehát a legendás budapesti Home Clubban nagyon sokat pörgött. A Deep Dish is felkarolta. Ez most ilyen zenei kvíz. A duó Stuart Christianből és Andy Morrisból állt. A duónak az artist neve egyébként Stuart Christiannek az anagrammájából származik, tehát ezt így gondolom, hogy mi anagramma generátorral a számítógépen kidobták. 1996-ban alakultak angolok. 2002-ben robbantak be azzal a zenével, amit most bemutatok. Ennek a zenének egy ilyen radio editje volt az, ami a chartokat teljes mértékben letarolta, a US Dance chartot, a UK chartokat, mindent. Volt egy trackük is, amit egyébként Grammy-re vagy ezt majd utána kell nézni, de valami nagyon komoly díjra jelölték, azt nem hozták el. A Billboardon a valamelyik zenéjük a 83. lett, de ezt sem olvastam el, mert most itt fókuszban az elemezen, amit bemutatok. A klubmixet szintén ők csinálták, tehát Stuart és Andy követte el. Egy nagyon szexi, nagyon dögös, nagyon jó house cucc. Lehet, hogy most már itt izgultok, hogy mi lehet ez így a végére. Hogyha azt mondom, hogy Narcotic Trust, akkor már sokan biztos, hogy tudják.
hogy a Safe From Harm következik egy klub mixben, ami mondom 2002-ben robbant és letarolta a világot. Ez szerepelt a Deep Dish egyik mixlemezén is, úgyhogy ezzel fogok most kilépni. Azt még nem mondom, hogy köszönöm a figyelmet, mert hogy még a zene után fogok pofázni egy kicsikét, de ez volt a mai piszkos 5-ös, hogy nehogy piszkos 8-as legyen, és akkor azt hiszitek, hogy én vagyok a Quentin, mert nem én vagyok a Quentin, én a Szigeti Péter vagyok. Na lényeg a lényeg, megint egy kicsi humort így belecsempésztem az egészbe, és akkor érkezzen a hatalmas nagy klubhimnusz, a Narcotic Trust és a Safe From Harm. Itt a Privát Gondolatok tematikus elektronikus zenei léleksimogatóban. Ez itt a Privát Gondolatok tematikus elektronikus zenei léleksimogató. Thank you.
reflection I don't like, but I see I'm losing my way. I need someone to find me and do me right and keep me safe from harm. I need protection to find me a way out, somebody to hold me so I see the day out into the night and keep me safe from harm. Privát gondolatok, tematikus, elektronikus zenei léleksimogató. Hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a ma esti figyelmet. Örülök, hogy itt voltatok velem ilyen sokan. Hogyha megosztjátok ezt a műsort valamilyen irányba, formába, akkor még többekhez eljutnak ezek a régi zenék, ezek a régi mikrobarázdák. 2002-ből volt itt velünk most a Narcotic Trust és a Safe From Harm, mint a befejező trackje a mai adásnak. Jöjjenek a rádiós részletek, még egyszer tehát a kérdés, ami arra vonatkozik, hogy a második zene, ami egyébként a Moon Harbor kiadónak az ötödik megjelenése volt, az honnan származik, tehát a kiadó milyen székhelyű a város érdekel, ezt a műsor elején elmondtam, a válaszokat pedig truesounds@gmail.com e-mail címre várom, a True Soundsot pedig úgy írjuk, hogy True S-O-U-N-D-S, ott az S betűt ne hagyjátok le a végéről. A múlt heti játék nyertese ő Szántó Tibor, őt húztam ki a Trúszáncos kis bögréből, akit egyébként majd e-mailben össze fogok kötni a Réver a Keszthely shoppal, ahonnan valami Trúszáncos cuccot tud magának rendelni. Egyébként nagyon sokféle fajta dolog van, bővült a kínálat. Legutóbb egy ilyen zenebona pulóvert mutattam be. De van egyébként Trúszáncos is. Mert miért ne lenne. És egyébként a fő sponzor, a sponzori, az a True Sense Music, és akkor, ahogyan így a műsor elején említettem, a Tamásoknak és a Tomajoknak boldog névnapot. Jövő vasárnap érkezünk. Írtátok a fórumon, illetve a kommentek között, hogy lehetne ez az egész műsor egy picikét hosszabb, akár 2 órás is. Hát a mai ez már egy picikét hosszabb volt, mint a múltkori, és hát folyamatosan fejlesztünk, mondom, kicseréltem az izzókat itt a lámpába, úgyhogy jobb fényviszonyok között vagyok. A műsor egyébként engem is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon motivál abban, hogy hétről hétre készüljek, ugyanis most már másodjára van az, hogy megborotválkozom vasárnap. Ez így miattatok van, nekem is legalább van megint mire készülni, akár mint a régi időkben, hogy hétvégéről hétvégére. Sőt, még a fodrászhoz is elmentem, mert ezt is szóvá tettétek. Majd mindig változik a stúdió, de egyébként ez nekem most itt tök tetszik. Megsimogatom a kis butha hasát, hogy mindig ilyen szerencsések legyünk, hogy nem dob le minket a Facebook, és a zenék lecsurognak. Egyébként ez is az előnye annak, hogy a 2002-3-4-5-ből csemegézünk, mivel hogy így ezek a zenefelismerő aggregátorok nem dobnak le. A tracklista majd jön kommentben a műsor alá, és hogyha valakik a YouTube-ot szeretik, akkor a Péter Magtó csatornán szintén majd elérhető lesz a műsor. Ez volt itt a mai zenecsomag, 2 Midnight Recordings, 1 FFR kiadó, illetve Kismet, valamint a Moon Harbor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, gyártottam már ilyen kilépő szignált is, úgyhogy egy kicsikét profibb a műsor. Nelson, mindjárt kapsz kaját, meg mindjárt összebújunk, már megy egyébként a helyére. Minden este ilyen 21-30-21-40 körül megmasszírozom, és annyira rákapott erre az egész életérzésre, hogy egyébként addig nem hagy elaludni, amíg meg nem masszírozom a cicust. Vigyázzatok magatokra, különösen intenzív időszak van most, ebben nem is fogok belemenni. Éljük túl, aztán legyen minden tök frankó. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, ennyire köszönöm, hogy velem voltatok. A múlt heti műsor 18.000 lejátszásig jutott, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a héten meddig eszkalálódik. Aztán valamit majd mindig fejlesztünk. A szülőknek kitartást, érkezik a digitális oktatás, meg ilyenek. Ezt most majd én is megtapasztalom. Szép jó éjszakát. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és akkor most jön az a bizonyos jópofa záró szignál. MZ per X, jelkezz!
electronic dance music. Ez volt a Privát Gondolatok, a tematikus, elektronikus zenei lélek simogató.